A Sárjéti Techból esze szervezésében immár a harmadik alkalommal került sor a Sárjét Kincse Strandkupa elnevezésű amatőr strandfoci tornára, amelyre a Sárjét Kincse gyógy és strandfürdő területén került sor, s amelynek a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara volt a társszervezője. Az idei villámtornára előzetesen 8 csapat jelentkezett, amelyek 2 csoportban vágtak neki a viadalnak. Katona Norbi barátommal álmodtuk ezt a rendezvénysorozatot meg 4 évvel ezelőtt, és akkor az volt a célunk, hogy egy hagyományteremtő rendezvénysorozatot valósítunk, megkezdünk el, és immáron ez a harmadik alkalom, amikor itt találkozunk a térség strandfoci csapataival. Sajnos volt egy év, amikor ki kellett hagynunk a Covid pandémia miatt, de azóta már ez a második alkalom, hogy itt találkozunk. Tavaly 5 csapat jött össze a strandfoci bajnokságunkra. Idén úgy gondoltuk, hogy mivel a pandémia már második éve nincs köztünk, vagy nincs közöttünk, így talán több csapat is össze tudna jönni, ezért úgy hirdettük meg a tornát, hogy amennyiben 8-nál több csapat nevez a rendezvényünkre, így 2 napos fejlesztenénk a tornát, de végül 8 csapat jött össze, így csak a szombati nap találkozunk. 4 ladányi csapat mellett 4 idézőjelben vidéki csapat is van, hiszen van csapat Bárándról, Sárétudvariból, Debrecenből és Hajdúszobádból is. A fürdőben található homokos terület nagysága adott, ez gyakorlatilag kisebb, mint egy szabványméretű strandfocipálya, viszont a szervezők a többi dologban megpróbáltak megfelelni a sporták szabályainak és előírásainak. Amikor elkezdtük ezt a kupasorozatot, még inkább a teremfocihoz hasonlított maga ez a rendezvény. Egyedül talán, ami a strandfoci jelleget adta, az a homok, illetve a strandkörnyezet volt. Most idén a lehetőségeink hál' Istennek olyanok, hogy tudtunk újításokat eszközölni. Ilyen például az, hogy beszereztünk 5 strandfoci labdát a rendezvényre. Továbbá pályajelölő szalagokat is beszereztünk, amik speciálisan a strandfoci sportákhoz lettek kitalálva. S természetesen a kapuk mérete is a szabványnak megfelelő volt, s mint ahogy ezúttal bíráskodott a mérkőzéseken először 3 játékvezető. A lebonyolítás terén ugyanakkor semmilyen újdonság nem volt. A 8 nevező csapatot 2 csoportra osztottuk, 4 csapat szerepel a 2 csoportban, és gyakorlatilag az első 2 egyből egy elődöntőbe csöppen a csoportmérkőzések után, és az egyenes kieséses szakasz után egyből egy bronz, illetve egy döntő mérkőzés következik. Ugye, mint említettem, próbáltunk több újítást is behozni, ez a díjazásokban is látszik. Talán alap dolognak tűnik, de ez korábban nem így volt. Idén minden csapatot szeretnénk egy-egy pezsgővel, oklevéllel díjazni és megköszönni azt, hogy hozzánk látogattak, ide neveztek. A dobogós helyen végző csapatokat kupákkal, érmekkel, illetve oklevelekkel díjazzuk, illetve van 3 külön díjunk is. A külön díjak értelemszerűen a gólkirály, a legjobb kapus, illetve idén úgy gondoltuk, hogy díjazni szeretnénk a legszebb ollózós gól találatát is. Nos, a csoport küzdelmeket követően a legjobb 4 közé az A csoportból a Bárándi Kotu Kartel és a püspöktalányi fiatalokból álló Olá Team, míg a B csoportból a Hajdú Szobád Holding és a Sárétudvari Szomitei Gárdái jutottak be. Közülük a 2 elődöntőt követően a Kotu Kartel és a Szomitei játszhatta a döntőt, ahol szoros csatában végül 6-4-re a Kotu Kartel bizonyult jobbnak, így a Bárándi alakulat nyerte meg az idei Sárjét Kincse strandkupát. A bronz csata a döntőhöz hasonlóan 10 gólt hozott, igaz más elosztásban, s ezt végül 7-3-ra a Hajdúszobádi együttes nyerte meg. A külön díjasok közül a legjobb kapus a Hajdúszobádi Árva Zsolt lett, a gólkirálynak járó díjat a Kotu Kartelból Bajnok Imre vehette át, miközben a legszebb ollózós gólt a Bárándi bajnokcsapatból Székely Zoltán szerezte. Legvégül egy érdekes statisztikai mutató, ami egyértelművé teszi, hogy miért is egyre népszerűbb sportág a strandfoci. Ezen a püspöklarányi villámtornán egy-egy mérkőzés 2x12,5 percig tartott, azaz 25 perces meccsek voltak, összesen 16. Ezen a 16 mérkőzésen nem kevesebb, mint 156 gól született. Átlagosan tehát minden összecsapás gyakorlatilag 10 gólt hozott.
Így 2,5 percenként született egy találat. Mindezek alapján bármit lehet mondani, csak azt nem, hogy unalmas lett volna az idei Sárét kincse strandfoci kupa.